Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fóti barátaim, engedjék meg, hogy fölhívjam a figyelmüket, hogy ez év január 25-én egy igen fontos eseményre kerül sor, időközi polgármester választás lesz. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, dr. Mádli Zsolt vagyok, a KDNP és Fidesz polgári pártok közös jelöltje, és számos fontos fóti civil szervezetnek a támogatásával indulok. 44 éves jogászember vagyok, 3 gyerekes családapa, 22 éve dolgozok az államigazgatásban. Jelenleg 2000-től 2008-ig minisztériumban vagyok alkalmazott, parlamenti titkár voltam, jelenleg koordinációs jogász. Fontos problémák, amik vannak, és amiért szintén fontosnak tartom a megmérettetést. Van a településnek egy egészségháza, ami körülbelül az én becsléseim szerint, noha nem vagyok ingatlanbecslő, 1,5 milliárdos értéket képvisel. Volt ezügyben egy időközi népszavazás, ahol közel 3000 ember kinyilvánította azon szándékát, hogy nem akarunk az Egri Markóth Ferenc kórház nyomdokába lépni, és nem akarják megváltoztatni a jelenlegi egészségházat. Ez az egészségház a fóti lakosoknak a pénzéből épült. Ők áldoztak erre, az ő támogatásukkal épp. Nem hagyom, hogy ezt elvegyék tőlük, és egy 1 milliárd forintos panavában én nem veszek részt. Bárki, aki azzal ámítja a fóti lakosokat, hogy 200-300 millióból ingyen felépít egy egészségházat számukra, egy véleményem szerint nem megfelelő helyen, nem mond igazat. Úgy ítélem meg, hogy itt a tét az, hogy közel 1 milliárd forintot kivesznek a fóti lakosok kezéből. Város gazdasági helyzetével kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a helyzet nem túl rózsás. Közel 6 milliárdosra tornázták fel a város költségvetését, de azt tudni kell, hogy az ilyen csillagászati számok mögött általában fontos forráshiányok vannak. Mind működési, mind fejlesztési forráshiányok szoktak lapulni. A város valóságos költségvetése az 2 milliárd feletti. Tehát a 6 milliárdos költségvetés azon alapszik, hogy történt egy 2 milliárdos kötvénykibocsátás és egy hatalmas adósságállományt görgetünk. Fóton is egy speciális jogi helyzet van, ugyanis csak nem 1,5 éve nincs polgármester a városnak, és a jelenlegi polgármester úr az saját magát nevezte ki, holott nem őt bízták meg ezzel. Ezért a törvényességet szeretném elsősorban helyreállítani a településen, ugyanis jelenleg az önkormányzat törvénytelenül működik. Ezt nem én találtam ki, ezt maga a törvényességi felügyeletet végző közigazgatási hivatal vezetése mondta ki, és ott tartunk, hogy valamennyi az utolsó negyed évben történt döntés legyen az önkormányzati rendelet, határozat, szerződés egyenként a közigazgatási hivatal megtámadott a bíróság előtt. Most lehetne arról vitázni, hogy a közigazgatási hivatalok átszervezése folyamatban van, de ezt jogilag tudni kell, hogy azok az ügyek, amik már folyamatban vannak, azok le fognak zajlani. Programom fő részei, én a közel 20 ezer fóti lakosnak a polgármestere akarok lenni. Ezeknek az embereknek a napi ügyeivel kívánok foglalkozni. Én magamat is egyszerű embernek tartom. Én is Budapestre járok a minisztériumba dolgozni. Mávot, volán társaságokat használom, közösen az ingázókkal, és látom, hogy milyenek az utazási körülmények. Ezeken mindenképpen javítani kell. Komoly elképzeléseim vannak, de egy ilyen rövid bemutatkozásban nem biztos, hogy ezeknek a felvázolása beleférne. Talán lakossági fórumokon bővebben ki tudom fejteni, mint a TV kamerája előtt. Közterületeket, közutakat mindenképpen fejleszteni akarom. Elfogadhatatlan az, hogy ahol én is laktam, egy 50 méteres útszakasz 8 éven belül az önkormányzat nem tud leaszfaltozni, és a lakóparkosoknak a lakóparkba való bejárását nem tudja elintézni. Én ezt megígérem a lakóparkosoknak, hogy én el fogom intézni. Az önkormányzat polgármesteri hivatalán belül szeretnék létrehozni egy köztisztviselőkből álló pályázati irodát, és mindent meg fogok tenni azért, hogy forrásokat szerezek a fótiak számára.
Kedvezők az adottságaink, ugyanis Budapest nagyon közel van hozzánk, az ipari területekre nyelvismeretem révén szeretnék külföldi vállalkozásokat létrehozni, illetve a jelenlegi vállalkozásokat támogatni. Ami az intézményeinket illeti, én 7 évig pedagógus voltam, és maximálisan ki szeretnék a pedagógus kollégák mellett állni. Nem szeretném, hogy létszám leépítésbe bárki is a nehéz gazdasági helyzetbe elveszítse az állását. Fót igazából 3 részből áll, az Öregfaluból, Fótújfaluból és Kisalakból. Én azt szeretném, ha ennek a 3 településrésznek valamennyi lakójának az érdekét képviselném, és nem részesíteném egyiket előnyben a másikhoz viszonyítva. Fót jelentős kulturális értékeket vallhat magáénak, csodálatos építészeti emlékművei vannak, gondolok itt a Szeplőtlen Fogantatás templomára, ami a település méreteit is meghaladva egy megyei jogú városnak a díszévé is válhatna, a Károlyi kastélyra, a csodálatos park, amivel övezve van, az evangélikus, a református templom. Sokan nem tudják talán, de több száz éves református gyülekezete van Fótnak, amelynek én is tagja vagyok családommal együtt. Én azt hiszem, hogy Fót, mint kertváros, megtelt új lakóparkokat nem szeretném, hogyha építenének. A jelenlegi lakóparki övezet is olyan közlekedési és infrastruktúrális problémákkal küzd, az utak és a közterületek annyira nincsenek rendezve, szerintem előbb ezeket a dolgokat kéne rendezni, és akkor lehetne esetleg újabb lakóparkokba gondolni, de szerintem ez nem járható út. Köztudott, hogy most országos szinten is állnak az építkezések a világgazdasági helyzet miatt. Megválasztásom esetén azt szeretném, ha a 18 tagú képviselőtestület megosztottsága megszűnne. Tudomásul kell venni, hogy nem 5-ök, 6-ok, 7-ek vagy 10-ek vagyunk, hanem 18 ember kell a településért dolgozzon, és közösen kell a települést fejlesszük. Másként nem megy, akkor egy új időközi választást, fel kell oszlatni a testületet, és egy új időközi választást kell kérni. Az egészségházzal kapcsolatban el akarom mondani, hogy a jelenlegi egészségházat a fótiak építették, közel 1 milliárdos értéket, vagy még ennél többet képvisel. Nem támogatom az új egészségház építését, ami igen sokban fog kerülni a fótiaknak, és népszavazáson ezt a fótiak elutasították, ez a 2900 ember menjen el és szavazzon rám, akkor meg fogom nyerni a választást, és nem engedem az egészségügy szétverését. Tisztesség és becsület lenne a jelszavam. Én jogászként meg fogom ígérni, hogy mindent el fogok követni, hogy a törvényes utat járjam. Jó magam az Úr akaratából rendezett családi állapotban és vagyonnal rendelkezem. Nem kívánok a település hátrányára politizálni, és illetéktelen vagyoni juttatásokat sem kívánok szerezni. Kedves fóti barátaim! Én járom a települést, és beszélgetek a lakosokkal, érzem a felém áradó bizalmat és elvárásokat és a szeretetüket. Én az önök polgármestere szeretnék lenni, és az önök problémáit kívánom megoldani.